Mivel munkahelyi elfoglaltsága miatt több nyíregyházi játékos sem tudott elutazni az eleve jóval esélyesebb Győr otthonába, nem lehettek vérmes reményei a vendégeknek a szezon utolsó meccsén. Az NTK-ban először lépett dobóállásba a felnőttek között Erős Adrián. A mérkőzésen érvényesült is a papírforma, bár a nyíregyháziak 3397 fát értek el, a hazaiak 6,5 másfélre megnyerték a találkozót. Jogtan az első sorban a Kastora Zsolt révén sikerült csapatpontot szereznünk, míg mellette a Szlovenszki Attilának néhány fán múlott egy bravúr pontszerzés. A középső sorban azonban a hazaiak azt lehet mondani, hogy bődületesen elhúztak, a Hakkerdezsőnek nem sikerült pontot szerezni, míg a Erős Adriánnak csupán 5 fán múlott a bravúr pontszerzése, úgyhogy mindenképpen elégedettek lehetünk a rekkor, és az árósorban a Magyarorsi Péternek csupán 3 fán múlott a pontszerzése, míg nekem csak fél pont sikeredett, mert regálfára végződtünk a hazaiak egyik legjobbjával, de azt lehet mondani, hogy ezzel a 6,5 másféllel mindenképpen elégedettek lehetünk, főleg úgy, hogy utána kiderült, hogy a Kaposvár a Ferencvárosnál 8-0 arányban kapott ki, és ezzel meg tudtuk őket előzni egy belső szetponttal a tabellán. A nyíregyházi Teke Klub így a 8. helyen zárt a 12 csapatot felvonultató mezőnyben. Egész fázatos szezon áll mögöttünk. Hozzáteszem, hogy a Szlovenszki Tibor sérül, és a lehető legrosszabbkor jött, a fontos meccsek közepén sérült meg, de ekkor jött a csapat egység, és úgy gondolom, hogy mindenképpen csapat egységileg nagyon-nagyon összekovácsolódtunk így a bajnokság vége felé, és ez ennek volt köszönhető, hogy sikerült a 8. helyet megszereznünk a bajnokságba. A bajnoki címet az Alaegerszeg szerezte meg, miután az utolsó fordulóban legyőzte az évek óta egyedülalkodó Szegedet. A nyíregyházi csapat tagjai május végéig edzenek, aztán pihenőre vonulnak a játékosok.